Tisztelet köreszek után, hogy nem most. Miért az a nem? Már tudod. Mit csinál? Elveszed. Last Mohican. Na mi van, lovasok? Nem kell félni, be lehet állni a pálya közepére, az oszlopok mellé sorba nekünk szembe. Gyerünk zászlók, hogy mezász felé? És még mielőtt az egész elkezdődne, szeretném a lovasok figyelmét felhívni. Hosszú jó ing és begombolva. Juniorok, sisak. Povím to aj po slovensky, aby ste všetci rozumeli. Druhé kosole sú povinné, majú byť zapravené, zapnuté, dospelí kovúky, deti, prílby na hlavách. Bude sa to dosť kruto brať. Hallod, Bandi, szerintem a vajnok már fölá. Vagy nem? Reméljük, hogy meg beírjuk. De várjál, te a pitőnek mondd után. És kire gondoltam volna? De a kis Bencére. Te a legkisebbre, én a legnagyobbra. Vidíme tu viacero zástav, ktoré nám hovoria, že prišli ranče, vidíme obce, reprezentujú svoje vlastné ranče. Akkor jó napot kívánok, szeretettel üdvözlünk minden nézőt, és természetesen minden lovast. Azt hiszem, hogy Kotra Peti nevével is, vagy az egész Kotra család nevében mindenkit üdvözlünk itt a mai nap folyamán a kőhídgyarmaton, a Kotra Vancson. És azt hiszem, hogy elkezdeném a névsorolvasást, de ugyebár ezt még ugyanúgy elmondja a Sasi szlovákul is. Vítame každého jazdca a jazdkyňu na dnešnom preteku na Kotra Ranči. Myslím, že rozprávame obidvaja s Bandym aj v mene celej rodiny Kotra, ktorí sa všetci podielali na tom, aby sa to tu dneska mohlo zorganizovať, aby to tu dneska mohlo byť. Peti sa myslím, že aj modlil kvôli počasiu, aby tu už konečne nepršalo, nakoľko tu každý rok prší. A to všetci vieme, ktorí sem chodíme. A chceli by sme vám teda predstaviť, milí tlieskajúci, že kto vám dneska bude pretekať. Začíname kategóriou polebending, disciplínou polebending, bude kategóriou junior a Bandy mu predám slovo, aby povedal, že ktoré dievčatá nám budú reprezentovať.
Sziasztok, akkor kezdő a névsorolvasást. Junior kategóriával csajok. Karin Újvárjóvá, Dagi, Backfire, Kotravancs, Hazai Lovas, tapsot neki. Kalapot vagy kezed magasban, nem tudom, hogy kiről van szó. Ki ez a csajszi? A kezed... Föl. Nincs itt. Ja, hát akkor a kezed a magasban. A ló felállt, ember nem. Akkor jó. Karin. Az már jön. Második lovasunk. Paulinka Burdiova. Mary. Lángoldó a trinövesz már ráhom. Niki Magyarová. Sani. Samostatná jaskyňa? Nie, Nírves Nírovce. Ďalšia jaskyňa. Skolárová, Sekereseran Skolárovo, Beata Piskalíková, Regina. Viktória Kertajová. Tegye Gina, Szekeres Rancs Guta. Istent lovasunk, Nati Szabová, Sára, Zsigófarm Bohatá. Jessica Kizsová, Fida, Nyíres Nyírovce. A posledná jaskyňa, Romana Piskalíková, takisto s koníkom Regina, Sekereš Kolárovo, Gúta. Nem a utolsó van, mert a utolsó, meg a első között. Nem is mondtam, én azt mondtam, hogy a lányok közül az utolsó. De neked könnyebb. Van egy gyerek lovasunk, egyetlen egy férfi a talpán. Bence Kis Mancika! Nagy tapsot kérünk ennek a párosnak. Jó mondtad, hogy egyetlen férfi a talpán, mert ketten vannak, de a másik az ül mellettünk. Hát igen, mert hát sokáig beteg volt, aztán úgy döntött, hogy inkább nem indul. És szépen tette. Kíméli a lovat. Akkor ezek voltak a juniorok. Csupa csajó. Fiúk. Ja. Már más versenyen is megszóltam, hogy a fiúk is jó volnának, hogyha nyereggel ülnének. Úgyhogy legközelebb, nem tudom. Ráncsok, vannak valami fiúk? Semmi? Csupa lány? Az a jó. Na most akkor jöjjenek megint csak a lányok a Openba. Trikházai úgy ilyen csatáv Openje, ktoré nám budú reprezentovať tieto disciplíny. A s nimi je... Devina, naša známa. Aha, ešte nikde nič a už ide von. Monika Matušeková, Titán. Langu dvor Trnovec na dávom. Akkor folytatom, 72-es, 72-ka, Kinga Cséplő, Hilal, Szekeres Rancs Guta. 36-os, Jacqueline Hókova. 8-ra Martina Skalová. Jirves Nyírovce, Sani. De ez már tetszik, hogy a fölnőttek között szerintem talán több lesz a fiú. Fiú? Manusz, Pasi. Hogy így, Norbi, jól mondom? Az igaz. Csődört mondjak? Az igaz. Hát kevés fiú születik már manapság sajnos. Mindenhol a lányok, így nekünk már lassan nem lesz miből válogatni, még hogy már milyen is megvannak. De még szeretnék még egy lányt bemondani, amit te nem mondtál, de szerintem azt rám bíztad. A Duckfire-on ülő otthoni lovás Norika Kotra még fog a gyerekekkel versenyezni, úgyhogy naptapsot kérünk neki. És most akkor bemutatnám a fiúkat.
kezdem a 33-assal, Renéto Kamikaze, Viktor Jerencs Zömne, a kis öngyilkosunk. Utána Bálint ugrik, Kodi, Hazai Lovas, hol vagy? Szóval megintek a lólovas nélkül, van benn, egyébben, nőkre bízta a dolgot. Igor, Nyivizánszki, Ultimate Rennyi Leo, Nyírvesz Nyírovce. Prepát. Ešte som ti nikdy nečítala priezvisko. Vladislav Komloš, Sisi. Jeká Farlov Vlčany. Ladislav Bobek, Timotej, číslo 15. Otko moderátor, syn jazdec, dobre to majú v rodine vymyslené, a mama varí. Takáč Tomáš, Romeo, Takáč Western Ranch, Dlhá nad Váhom. Ladislav Takáč, Cutter Cruiser Smart, Takáč Western Ranch, Dlhá nad Váhom. És még, bocsánat, közben vágok, de azt hiszem, hogy mivel Lacit felolvastad, szeretném mindenkinek a figyelmet felhívni, hogy jövő hét végén, milyen dátum az? 11-én a Laci lesz a házigazdája a legközelebbi Western versennek, úgyhogy szerintem Laci mindenkit szeretettel vár, és ezúttal is szeretem mindenkit meghívni jövő hét szombaton. Vághoz Újfalu? Igen. Vághoz Újfalura. A Vágpartra, egy nagyon jó környezetben, jó hangulatú kis versenynek. Köszönöm! Akkor én folytatnám a kesztyűs lovassal, aki senki más, mint Miki Uzsák, Csiko! Ez nem is Csiko? Hát ez már nagyon nem Csiko. Peter Kis a következő Feminist Kipkennel. Tomi Hodosi, Firefly. Dobre čítam? Nový koník pod Tomim. Arpad Agri, Vin. Agri Western Team, Vidrami. Peti Dávid, Mona Lisa. És fog máme velünk versenyezni Kotre Ranchról. Azaz Pepsis Peti? Így van, aki még nem ismerné, tehát Pepsis Peti által mindenki megismeri. Na hát persze, és utolsó sorban, nem utolsó, utolsó, Kotra Peti Cameron, hazai lovas, tulajdonos, Erancs, felépítője, házigazda, John Deros, mi ez a UDSK-s? Mindenes, halka napsakno, akkor az musko videni. Takže ďakujem, milí asi, že ste sa nám takto pekne predstavili. Teraz poprosíme... Ešte by sme predstavili Profi Open, lebo už sa to niekto zdvíhal, že ešte my mali Miles. Hát, no jo, van akár da mondo. Lotta, egy kicsi más lesz a sorrend a csajokkal, meg a férfiakkal. Mivel, hogy egy nő kezdem a csajokkal, vagy nem is csajokkal, egy csajjal. Rajtszáma 86, azt hiszem, hogy tudja, hogy kiről van szó. Jó az a outfit. Barbie Fazekasová, Mácsik van Gyalla, és a lovacska neve pedig Omar. Én meg bemutatnák még két férfit. A egyik, Letnyecki Norbi Budával, Nyerges Hornes Alibi, és a másik, Fehér István Hercegnő, Rodeo Ranch Okocs. Még van valaki, akit nem olvastunk máma? Tegye fel a kezét. Akkor jó. Akkor senkit sem adtunk ki. Dobjál, hogy a lovasok így fő vannak szépen állva, és még az egész előtt keres...
kaptunk egy felkérést a felvidéki vágta szervezőjétől, Móna Erzsébettől. Nem tudom, azt hiszem, hogy a mikrofonban meg is kapta. És akkor hát szerintem a többit elmondja ő maga. Szerintem egy felkérésről, egy felhívásról volna szó a lovasok részéről. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Bolna Erzsébet vagyok, Dunaszerdahelyről, a felvidéki várta szervezője. Örömmel látom, hogy itt ilyen sok lovas van, és közülük már 9-en neveztek is hozzánk. De én mégis szeretném arra motiválni az összes többi versenyzőt, hogyha megteheti és a módja, vagy lova van arra, hogy nálunk a felvidéki vártán részt vegyen, akkor most itt vagyok, és bármilyen kérdésükre tudok válaszolni. Mi, amikor ezt a versenyt elkezdtük szervezni, úgy gondoltuk, hogy a felvidéki magyar lovasokat összefogjuk. Tavaly ezt úgy gondolom kicsit sikerült is elérni azzal, hogy 16 nevező lovasunk volt, idén sajnos 9 darabnál tartunk. A versenyig még 3 hét van, tehát szeretnénk tényleg mindenkit megkérni, hogy aki megteheti, nevezzen hozzánk, hiszen azért egy igazi magyar rendezvényről van szó, amin természetesen helyet adtunk a szlovákoknak is. És idén is lezsük Nostrovsky Galop, amin a szlovák ajkú lovasok nevezhetnek. Ők jönnek velünk tovább Budapestre és képviselik ezáltal Szlovákiát. Én úgy tudom, hogy itt van Mónika, aki tavaly velünk jött és nagyon szép sikert ért el. Idén az első 3 helyezett a felvidéki vágtáról szintén tovább jön Budapestre, aki a nemzeti vágtán képviseltetheti saját magát és a települését. Nagyon szépen köszönöm Kotra úrnak, hogy megengedte, hogy ezt a versenyt itt propagáljam, és mindenkinek sok sikert és szerencsét kívánok a versenyhez. Köszönöm szépen! És akkor azt hiszem, hogy megköszönném azt a pár szót, és akkor lovasok tiszteletkör, Csesznek Kolo, a potom začíname. Úgy fogjuk a versenyt lebonyolítani, ahol már máshol is volt, többször megtörtént. Juniorok 2 kör, felnőttek 2 kör, profi 2 kör. Ugyanúgy mind a két kategóriában kezdünk Paul Benning, és utána pedig folytassuk Barren Race. Kdo tomu nerozumel? Začíname junior, open a profi kategória. A juniori 2 kola za sebou, takisto dospelí a kategória profi. Ďakujem. Muzika a čestné kolo. Сейчас я вам покажу. Это наша. Сейчас я вам покажу.
Zostávajú v aréne, môžu si jedenkrát vyskúšať trať, potom ju traktorom dáme spraviť a začneme takým spôsobom, že deti pôjdu dve kolá, potom dostanú dospelí možnosť si vyskúšať trať. Bude spravená aréna, potom si odbehnú oni dve kolá a potom pôjde Profi Open. Profi Open tiež dostane možnosť si vyskúšať trať s tým, že potom si tiež odbehne hneď dve kolá. Pokiaľ má niekto výhrady, tak nech povie teraz, alebo mlčí navždy.